Szinte nincs olyan zenei stílus, ahol a harsonának ne lehetne helye. A harsona felhasználásának története a 15. században kezdődött, amikor is a toló trombitákból alakították ki. A 16. században már teljes hangszercsaláddá fejlődött. Önálló zenei feladatokat azonban legelőször a 18. század opera zenéjében kapott, de a hangversenyzenébe ekkor még csak kivételes pillanatokban kapott bebocsátást. A nagy áttörést Beethoven 5. szimfóniájának utolsó tétele hozta meg, ettől kezdve biztosított volt a helyük a hangversenytermekben is. Ezzel együtt a zeneszerzők továbbra is módjával óvatosan bántak-e hangszerrel, többnyire csak a művek legünnepélyesebb, legemelkedettebb pillanataiban szólaltatták meg. A 20. század során hétköznapi szerepekben is kipróbálták, sőt felfedezték a benne rejlő groteszk természetet is, amelyet különleges megfúvási módokkal vagy a tolócső folyamatos mozgatásával képzett fel és lekonyuló hangokkal értek el. A szórakoztató zene és a jazz pedig megmutatta, hogy ez a sokoldalú hangszer a virtuóz, könnyed, improvizatív zenében is tökéletesen megfelel. Nos, ezt a sokszínűséget mutatta meg a Babits Mihály Kulturális Központ térzene programjában fellépő Slide by Slide együttes. Ez a hangzásvilág, ez egy olyan, ez a négy harsonán, ez egy olyan különleges hangzás, tehát egy monoton, tehát tulajdonképpen ugye négy egyforma hangszer játszik, de mégis vagy olyan komplex hangzást biztosít, hogy erre nem sok hangszer képes, és szerintem maga ez a hangzás az, ami megfogta az embereket. Például a fúvózenekar is láthatnak ilyen hangszer, de sokan nem is nagyon tudják, hogy mit is lehet ezen például játszani. Én úgy gondolom, hogy inkább a hangszer az, ami először megfogja az embereket ezzel kapcsolatban. Ezen a hangszeren ugye mi mindenféle stílust játszunk, tehát kevés ilyen hangszer van, mint a harson, hogy tulajdonképpen minden zenei stílusban megállja a helyét. A zenei irodalomban is egyébként jelen van, már nagyon-nagyon régóta, a reneszánsz óta, hol kevesebb, hol több szerepet kapott. A műsorunkat is így építettük fel egyébként, tehát hogy a reneszánsztól filmzenéig mindent fogunk játszani, és pontosan azért nem nagyon lesz a műsorban olyan műsorszám, ami harsonára íródott. Ezek mind átiratok lesznek, más műveknek az átiratai, amiket most a harsona kvartett meg fog szólaltatni. A harsona irodalom, meséli Kolozsvári Gábor, tele van ilyen átiratokkal. Ezek a szaknyelven szólva lopott művek általában csellóra vagy oboára íródtak, és innen dolgozták át a fúvós hangszerre. Van a harsonának irodalma is természetesen, tehát vannak művek, amik direkt harsona kvártetre íródtak, vagy mindenféle felállásokra, vagy direkt csak harsonára, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt a mai koncertet ezt arra fogjuk kihegyezni, hogy céltudatosan olyan műveket fogunk játszani, ami nem harsonára íródott, és mégis most harsonán fognak megszólalni. Hát ugyanúgy, ahogy minden más fejlődik, ugyanúgy a zenéje is fejlődik, a hangszerek is fejlődnek, más szerepet kapnak, néha előlépnek, szóló szerepet kapnak, néha a háttérbe kell egy kicsit húzódni, ez mindig az adott műtől függ. Én nagyon örülök, mert egyre népszerűbb, tehát én 2 éve dolgozom itt a Szekszárdi Liszt-Ferenc zenéiskolában, és minden évben egyre nagyobb az érdeklődés a mérész húvós hangszerekre, ugyanúgy a harsonára vagy tubára is. Hát most nekem különösképpen a harsona a szívügyem természetesen, mivel is harsona művész vagyok, és nagyon nagy örömre szól el, hogy látják, hogy ezzel játszanak ezen a hangszeren, nem csak a fúvós zenekarban látják, hanem esetleg ilyen alkalmakkor, vagy a tanári koncerten például, és kedvet kapnak hozzá az emberek, a gyerekek.